A Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat 5. állomásához érkezett, amelynek különleges helyszínt választottak. Eddig egy adott, a megyei értéktárban már szereplő értékhez kötötték ezeket az eseményeket, most azonban több köré építették. A hagyománnyal szakítva a Vásárosnaményi Turinform irodában összefoglalva mutatkoztak be a beregi értékek. Turisztikai szemszögből is szerettük volna bemutatni a térséget, és felvillantani talán, vagy csak egy kis időre is azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek a Szatmárberekben, és milyen lépéseket tettünk már az irányba, hogy akár az értéktármozgalom segítségével, akár pedig a turisztikai fejlesztések segítségével, hogyan tudjuk egységes egészé gyúrni ezt, és egy olyan terméket, még ha ez rossz szó is, egy olyan terméket kialakítani a Szatmárberekből, amely aztán a térségnek a továbbfejlődését biztosítja, és ezzel gazdasági hasznot is szerezzen. A kormány kiemelt turisztikai térséggé nyilvánított a Tokaj és a Felső-Tisza vidékét. Ez akkor lehet minden szempontból jövedelmező a térségnek, ha a Balatonhoz hasonlóan egységes arculatot tudnak kialakítani a különböző attrakciók. Jelenleg is vannak figyelemfelhívó, a térséget népszerűsítő kiadványok, ez azonban kevés. Szépek és jók ezek a kiadványok, csak az nem derül ki egyből a ide látogató számára, hogy ez a térség összefügg. A megye topos pályázaton a térség, Szatmárberegi térség több mint 1 milliárd forintot nyert. Én azt szeretném elérni, hogy ebben legyen egy olyan arculatkialakítás, vagy akár líderben pályázzanak a térségek egy egységes arculat, vagy egy viszonylag egységes arculat kialakítására. Itt arra kell gondolni, hogy hasonlóan, mint egy védjegy jelenjen meg a Szatmárbereg, és a védjegyet csak azok kaphassák meg, akik tényleg turisztikai jelentőségű attrakcióban bírnak. Vásárosnaményi már évek óta kiemelt területnek számít a térségben. 2014-ben jött létre a Vásárosnaményi Települési Értéktár, amely igazi mérföldkő volt a város számára. Ettől kezdve ugyanis tudatosan keresték, és a mai napig is keresik az értékeket. Speciális a helyzetünk, hiszen Vásárosnamény a Bereg szíve, kötődik a beregi keresztszemeshez, kötődik a házipari beregi keresztszemeshez, és már a kézimunkánál tartunk. Egy kuriózum szerintem az a bábcsoport által létrehozott báb együttes, amelyet Sánta Miklósné tanárnő irányításával a gyermekeink alkottak. Ezáltal ők bábos előadásokat tartanak, meséket elevenítenek meg a gyermekek előtt. Ugyanakkor egy másik, egészen más jellegű dolog a Tomcsányi kastély, a Tomcsányi kúria. A polgármester kiemelte az értékek közül Kisbé Zoltán vadászati gyűjteményét, amellyel Vásárosnamény is bemutatkozik a vadászati kiállításon, amelyet 2021-ben rendez meg Magyarország közel 400 millió forintból. Ennek célja, hogy a fiatalok megismerjék a vadászható állatfajokat, és megtanulják óvni ezeket és természetes élővilágukat.